A teket nézek, és egy Nokia Lumia van a kezemben, amit már láttad, hogy kicsomagoltam még hozzá az 550-es, amit most be akarnék te mutatni, az nem egy teszt videó, hanem igazából, hogy egy 40 ezer forintos telefonnal, ami tud Miracast, tud, mint sok Android is tud, de Windows Phone 10-zel is ugyanúgy lehet egy nagyobb képernyőn játszani, PowerPointot bemutatni, stb. Sajnos nem kontinuummal, ez hiányzik, mivel az egy kicsit több RAM kéne, mint 1 GB RAM, ami ebben benne van, de sok minden működik. Méghozzá úgy kell az egészet használni, hogy egy Miracastos tévé, mint egy LG, Samsung, Panasonic, Sony, stb.-vel beindítjuk persze a Miracastot, általában be van kapcsolva, ebben a tévében sajnos nem volt benne azért egy adaptert használok, hogy látjátok a háttérben. Aztán a Windows Mobile 10-at lehozzuk itt ezt a kis felületet, és itt az egyik oldalt látok majd olyat, hogy Connect, mármint itt legalábbis angolul használom, úgyhogy itt Connect van így ideírva, és akkor látjuk majd, hogy itt az első opció már is a tévé, amit itt ki tudunk választani, és ott ki is írja majd, hogy csatlakozik, a tévé és a háttérben kiírja, hogy Windows Phone-nal próbál csatlakozni, aztán, hogyha ez megtörtént, már tudjuk is használni, és tényleg lehet játszani, más is csinálni, itt látjuk, hogy már meg is jelent a képernyő, amit itt el is tudok fordítani, egy kicsit persze lassabb a tévén, minden, amit csinálni akarunk, és itt ki tudok menni, tudok scrollozni, belementek egy browserbe, a browsert is ment elfordíthatom, és most egy weboldalon vagyok, ahogy látjátok, úgyhogy itt is lehet jobbra, balra, felle menni. Kicsit lassabb, ahogy említettem a tévén, meg elnézést a sok interferenciát, ez azért van, mert fehér volt a kép, és a kamerám nem nagyon szereti a fehéret ennek a tévénél, de akár a kamerába is belemehetünk, és úgy ki lehet próbálni például a kameráját is. Ezt is elfordíthatom, aztán kicsit nagyobb lesz. És úgy is lehet például nagyban nézni, hogy mit lehetne itt felvenni a kamerával, itt a szobámat le lehetne fotózni, és meg sem a gombot, és akkor meg lehet nézni az eredményt. Itt látjuk a notebookomat, mert egy pár dolgot, ami a sarokban van, most persze kicsit bemozdult a kezem, azért nem ideális a fotó, de van itt egy pár másik felvétel és videókat is meg lehet nézni, meg kicsit élesebb felvételeket is, mint ezt itt rólam, amikor kicsomagoltam, akkor kicsit bambában néztem, ki is megyünk innen, és megmutatom nektek, hogy a PowerPoint is nagyon jól működik. Ez itt elég gyorsan elindul, és ahogy látjuk majd, hogyha rámegyünk például a harmadik slide-ra, ezt itt ki lehet szépen nyitni, és akkor itt jobbra-balra lehet a slide-ok között menni, és persze editálni is, és a többi nagyobb képernyőn. Kicsit lassabban, de majd így mindig látjuk, hogy milyen eredmény lesz, vagy akár bemutatásokra is lehet használni. Legtöbb ember persze azt, hogy elég kell játszani, és hogy lehet, hogy látjátok, rajta van az Asphalt 8, Lara Croft, meg más dolgok. Az Asphalt 8-at most elsinítom, nem fog túl sokáig tartani, mint betölt. Ezt itt mindig elnyomom. Ha nem rakom bele a pipát külön, akkor egyszer mondaná csak azt, hogy alul persze eltűnnek a Windows gombok, aztán most elkezdi tölteni nekünk a Gameloft majd az Asphalt 8-at, vagy nem is kell tölteni, mivel azért már játszottunk, és egyszerűen ott folytatjuk, ahol voltunk, méghozzá egy kis tokiós racer. Itt már egy kicsit látjuk, hogy lelóg néhány dolog, a Tokiónál például itt a T hiányzik, ott meg a racersnél az, hogy 6, mivel hogy 5 másik ember ellen fog majd most itt kocsikázni. Egy ideig eltart még betölt, és egy kicsit kényelmetlen játszani úgy, hogy csak a nagy képernyő nézem, mivel egy fél másodperces delay-jel, vagyis hát belassulás igazából tölti be a képet. De látja, nem kell túl sokáig várni, teljesen tűrhető, nagyobb, drágább konzoloknál is kb. Ugyanennyit kell várni, hogyha játszani akarunk, és már indulok is. Itt Tokióban kicsit nyomok egy nitrót. És mindjárt neki is megy egy busznak. Vagy a konkurencia megy neki, harmadik maradok. És igyekszem többiek után menni. Közben nyertem 10 grand valamit, nem is tudom mit. Ugrunk egyet. Nem lesz túl sokáig a játék, amúgy nézhetem a nagy képernyőt is, hogy az nektek jobban tetszik, csak tényleg úgy már egy kicsivel rosszabbul fog vezetni, majd mindig egy kicsit lassabban reagálok én majd itt mindenre.
de tűrhetően lehet így is játszani, és ha kicsit messzebb ülnék az 55 incses 4K-s tévéntől, akkor még akár nyerhetnék is. De persze nem 120 eurós, 40 ezer forintos mobilokhoz vagyok én sem hozzászokva. De mindjárt vége is a játszmának, aztán összefoglalóban elmondhatom azt, hogy tényleg érdekes, hogy Microsoft milyen jól meg tudta itt oldani azt, hogy mire kász is működjön. Persze kár, hogy nincs Continuum, ami azt jelenti, hogy egy ilyen Windows 10 desktop felületféle felület, meg is örülnénk persze. Na most úgy látszik, hogy kicsit jobban megy nekem a játszban, úgyhogy kicsit ráturbózok. Hát ha még... Na, amúgy első is vagyok, úgyhogy nem is kell sietnem. Annyira. Mivel már mindjárt véges lesz. Remélem, nem tudom, hogy a Tokyo azért hosszú, de... Már csak ilyenek sikerült. Aztán, hogyha vége az egésznek, akkor örülök, hogy benéztetek a Tech2-nél. Remélem feliratkoztok még ti is egy pár másik videóra, és úgy látom, hogy valaki megelőzött itt oldalról, volt valami rövidebb út. Ez persze nem tetszik nekem. Mivel, hogy így lehet, hogy mégse első leszek. Rápedig. Nincs nitróm. Kicsit koncentrálom, azért szeretnék első lenni, most második vagyok éppen. De az első úgy tűnik, hogy olyan messze elől van, hogy semmi esélyem elkapni sajnos. És valamilyen szempontból harmadik vagyok éppen, amit nem nagyon értek, mert nem látom, hogy valaki elém jött volna. De biztos van valami rövidebb út megint valahol. Tűnés. És hát sajnos ott a vége, úgyhogy másik lettem. Most nem volt egy túl izgalmas videó nektek, úgymond csak olyan szempontból tényleg, hogy nagyon szépen működik itt a wireless display. Egy olcsó telefonnal és Windows Mobile-al. Közben nézzetek, nevem Gábor Lázs, és ne felejtsetek feliratkozni a Tech2-re.